Filmszínházunk bemutatja az Ádász hajszal című filmet. A forgatókönyvet Nishimura Toshioki regénye nyomán Tasaka Kei írta. Fényképezte Kobayashi Setsuo, zenéjét szerezte Aoyama Hachiro. Magyar hangok. Sebestyén András, Bárány Frigyes, Kertész Péter, Antal Olga, Makai Sándor, Dobránszky Zoltán, Németi Ferenc, Perlaki István, Juhász Tóth Frigyes, Korcsmáros György. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Vétén Viktor. Rendezőasszisztens Orosz Ildikó, vágó Szabó Mária, gyártásvezető Páligó Mária. Szinkronrendező Somló Andrea. A filmet rendezte Szátó Dzsunyá. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült. Forgalomba hozza a Moké. Shinjuku, Tokió, október 10-e, délután 3 óra. Megvan a rabló, megtaláltam! Jöjjenek gyorsan! Jöjjenek! Ő volt az! Ő az, aki kirabolt! Tartóztassák le! Na, Eri, velünk jön! Éved, asszonyom. Nagy hibát követel. Még hogy én? Nem elég, hogy elvitte 200 000 jenemet, a brilliáns gyűrűmet. Aztán még le is teppelt és megerőszakolt. Gazember! Hogy meri azt mondani, hogy hibát követek el? A nevét! Itt nem mondom meg. Hogyan? Vigyenek be, és hívják Yamura felügyelőt. Hol tartózkodott október 3-án, éjjel 2-kor? Nem hisz nekem? Senkinek sem hiszek. Válaszoljon! Október 3-án éjjel 2-kor otthon aludtam. Van rá tanúja? Nincsen. Egyedül élek. Akkor is egyedül voltam. Értem. E szerint nincs alibije. Vagy? Lehet. Álljon fel! Tessék! Na, jöjjön már! Jöjjön! A maga neve Teráda, és maga jelentette múlt héten a betörést, igaz? Amikor október 4-én reggel 1 óratájban hazaért, látod valakit kirohanni a lakásból a maga fényképezőgépével és egyéb holmiával. Jól mondom? Igen, így történt. Szóval az illető, akit látott kirohanni a lakásából, a szobában van? Ő volt az! Ő volt a tettes! Ő az az ember! Hold biztos! Ő volt a tettes! Jó. Köszönjük, hogy eljött. És most? Megtudhatnánk mi is, hogy ki ez a fickó? Zárják be éjszakára. A nagy felügyelő a központból. Hé! Az ördögbe is! Ki vagy? Összetévesztettek volna valakivel, aki nagyon hasonlít rám. Nem, ez képtelenség.
Két ember nem tévedhet egyformán. Hát akkor miért történik mindez? Kell, hogy valami magyarázata legyen. Tisztában van azzal, hogy mit tett? Közvárnó államügyész létére. Fel tudja egyáltalán mérni? De főnök, én nem követtem el semmit. Ha így volna is, maga az a tény, hogy egy közismert államügyészt két betörés gyanújával letartóztatnak. Lesz majd a sajtónak mind csámcsognia. De én ártatlan vagyok. Ha valóban ártatlan, ezt a lehető leggyorsabban be kell bizonyítanunk. A szekrényét, íróasztalát már át is kutattuk. Találtok valamit? Nem. Most pedig folytatjuk a lakásán. És maga velünk jön. Ezt az ártatlanságon bizonyítására teszi? Ha nincs bizonyíték maga ellen, elmegyünk a Shinjuku-i őrszobára, elmondjuk, hogy ki maga, és nyomozást indítatunk azután a két tanú után. Így határoztunk, Morioka. No, akkor induljunk. F-típus. Széria szám? 110-926. Stimmel. Az ellopott masina. Sose láttam. Nem volt itt, amikor elmentem hazul. Oszva-e? Igen. A másik szobát. Igen. Főnök. Hm? Ez csapda. Összeesküvés. Semmi ilyesmit nem csináltam. Higgyen nekem! Önök! Platina foglalat. 5 kő. A-félkarátos. Ez az. Az ellopott gyűrű. Felügyelő úr! A pénz! Önök? Sorozatszám? Csapda. Tökéletes csapda. Miért tette? Miért? Mi szüksége volt egy ilyen ostoba büntetre? Főnök, én... Adja csak! Többé már egyetlen szavát se tudom elhinni. Közölnöm kell a minisztériumával. Aztán eldöntjük, mit tegyünk ebben az ügyben. Mi baj? Rosszul vagyok, megyek a fürdőszobába. A borotvája. Nem leszek öngyilkos. Nyitott ajtóval. Igen. Kinyit!
ki! Hajja! Nyissa ki! Arióta! Az Isten! Ami a Morioka államügyész elleni vádakat illeti. Nos, eddig nem hoztuk nyilvánosságra. De most, hogy Morioka megszökött, kimerítvén ezzel a 99-esi tiszte alól, és elrendeljük ellene a körözést. És erőszakban vétkes államügyész. Egy államügyész brutális bűncselekményei. Hatósági személy megszökött az igazságszolgáltatás elől. Betörés erőszakkal vádolt államügyész szökésben. A gondnok? És maga kicsoda? Akiről azt állítják, hogy kirabolt itt egy lakást. Morioka a nevem. Jöjjön be. Mizusawa Keiko ma reggel kiköltözött. Kiköltözött? Itt nincs biztonságban. Fél óránként beállít a rendőrség. Várjon! Bújjon ide! Megyek! Már is! Elnézést a zavarásért. Minden rendben? A legnagyobb rendben. Nem hallott semmit Mizusawa Keikóról? Semmit. Ha hall valamit, értesítsen. Hogyne, feltétlenül. Ha nem tévedek, bűntárs lettem. Még bajt hozok magára. Voltam én már nagyobb bajban is. De úgy érzem, jobban bízhatok magában, mint abban a Keiko lányban. Történt valami, amiért így érez? Nos, az a nőszemély október 1-én költözött a házunkba. Ez év októberében? Azt mondta, összeveszett a férjével, és magára van szüksége, hogy átgondolja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy október 1-én költözött ide, 3-án kirabolták, 10-én megtalálta a tettest, és másnap kiköltözött. Jól mondtam? Na és mert nem akartam belekeveredni egy ügybe, amiről nem tudok. Csak hallomásból. Valamiről nem szóltam a rendőrségnek. Mi volt az? Annyira sietett a kiköltözéssel, hogy itt hagyta a bőröngyét. Megkért, hogy küldjem utána Noto-félszigetre, egy Uzukami nevű faluba. Noto-félsziget? Uzukami falu? Október 13-a, délelőtt 11 óra, Uzukami falu.
Van itt valaki? Van itt valaki? Ez a lány Mizusawa Keiko? A hölgy azon a fotón Tamio Tezuka a legidősebb lánya. Kaio a keresztneve. Kaio? Azt hittem Keikónak hívják. Nem. Úgy 5 évvel ezelőtt ment férjhez. Hogy is hívták azt a fiút? Ha jól emlékszem, Tokióba. Ott volt a fiú taxisofőr. Szóval most ez a Kaio Tokióban található? Tegnap láttam itt a buszmegállónál. Bizonyára hazalátogatott. Akkor, ha meg tudná adni a címét. Van itt valaki? Van itt valaki? Ügyelő úr, az isikavai rendőrség küldött egy fotót annak a Kaionak a férjéről. Na. Nézze csak meg. Mi a fene? Ez annak a Terádának a fotója. Pontosan. De az igazi neve Yokoji. Mutassa csak. Álnevet viselnek, és Moriókát vádolják. Hol van most Yokoji? Hát, a lány szülei szerint visszament az apja házába Hokkaidóra. Egy kis faluba, az Edzsi-hegy lábánál. Bocsánat, hol találom Yokoji házát? Az ott szemben. Bocsánat. Morioka! Morioka! Álljon meg! Megfogni! Hé! Álljon meg! Álljon meg, Morioka! Nem menekülhet! Gyerünk utána! Isten így! Úgy sem menekülhet! Megállj! Álljon meg! Nem hallotta! Nem menekülhet! Álljon meg! Álljon meg! Gyerünk utána! Arra, utána! Arra kerítsétek be! Álljon meg, Morioka! Álljon meg! Álljon meg, hajlanik! Morioka megszökött. Jóformán a kezük közül csúszott ki, és a hegyekbe menekült. Még mindig keresik. És a tanú az a Yokoji sehol. Mintha csak a föld nyelte volna el. Nos, október 10-én Moriokát rablással és erőszakkal vádolták meg Shinjukuban.
Tette mindezt Yokoji, Kei és Kaio. Egy házas pár, Teráda és Mizusawa álnevet használva. Lehet, hogy ezek a vádak mind hamisak, és Moriokának csapdát állítottak. De Yokoji Kaio meggyilkolását illetően elég közvetett bizonyítékunk van Morioka gyanúsítására. Ezért most emberölés miatt keressük. De fennáll a kérdés, miért vádolta be az a két ember Moriokát? Oszoe? Igen. Utána nézett Yokoji múltjának? Igen. Yokoji és a felesége 70 júniusában házasodtak össze. Ohiban éltek, mindeddig az incidensig. Yokoji taxisofőrként dolgozott. De 4 évvel ezelőtt felhagyott vele. És nyulakat, egereket kezdett el tenyészteni egy kis vidéki telepen. Mihez kezdett velük? Eladta őket kísérleti célokra. Különböző laboratóriumoknak. Legjobb vevői gyógyszergyára kísérleti laborjai voltak. És hogy áll Moriokával? Semmi kapcsolat. Morioka és Yokoji soha nem ismerték egymást. Hát ez minden. Rendben van. Én akkor elröpülök Hokkaidóra. Maguk meg próbáljanak kapcsolatot előásni Morioka és Yokoji között. Vigyázzanak, mert lehet, Yokoji megpróbál Tokióba szökni. És ő a probléma kulcsa. Hát legyenek résen. Meglépett a fenébe. Csak össze ne fussunk a rendőrökkel. Más se kéne. Tűnjünk el innen. Ezek ölték meg a lányt, hogy rám kenjék. És most engem is meg akarnak ölni. De ki akarna eltenni láb alól? És miért? Miért? Ha azért teszik mindezt, hogy mint ügyész semmisítsenek meg, annak csak egy oka lehet. Morioka ügyész. A képviselő az áldozat, még az ügyész is megjelenik. Yamura felügyelő. Mit gondol? Öngyilkosság. Minden kétség kizárva. A 7. emeletről ugrott le, tanúk jelenlétében. Asakura képviselő felhívott telefonon, és azt mondta, beszélni szeretne velem. És az a beszélgetés miről folyt? Megmondaná Nagaoka úr? Hát, mielőtt sor került volna rá, egyszerre eltorzult az arca, felpattant, és megindult egyenesen az ablak felé. Én kővé meredtem. Tulajdonképpen egyet kéne értenem. Öngyilkosságnak tűnik. De mi oka lett volna rá, hogy megölje magát? Semmi a világon. Úgy érti, Nagaoka vette volna rá? Fölcsalta oda és hipnotizálta, hogy kiugorjon az ablakon. Az a Nagaoka politikai hatalom. Lehet, hogy a képviselő megtudott róla valamit, és zsarolni kezdte. A képviselő zsarolni kezdte Nagaokát. Van rá bizonyítéka? Ez csak feltevés. A rendőrség lezárta az ügyet, mint öngyilkosságot. Nem szedhetjük most újra elő, pusztán azért, mert magának gyanúi támadtak. Ezt maga is tudja. Erre a saját szakállamra kezdtem nyomozni. Azon a vasárnapon elmentem Shinjukuba,
a halott képviselő szeretőjének kis vendéglőjébe. Valaki tudta, hogy aznap Shinjukuban voltam, az illetőnek kapcsolata lehetett a vendéglővel, és rám küldte Yokojikájót. Ő volt az! Ő volt a tettes! Yokoji. Neki tudnia kell, miért. Meg kell találnom őt. Isten hozott. Hogy van a fiatalember, a megmentőd? Ma reggelre magához tért. Evett valamit, majd elaludt. Az orvos miután megvizsgálta, teljes kimerültséget állapított meg. Értem. De hogy került oda? Mit keresett a hegyekben? Semmit. Azt mondta, hogy eltévedt. Ennek köszönhetem, hogy nem tépett szét a medve. Hát ezt elmondhatjuk. Ha felébredt, szeretném megköszönni neki.
a szökésben lévő államügyész Hidaka felé tart. Papa, bemehetünk? Gyertek! Tessék! Üdvözlöm! A lányom elmondta, hogy szörnyű haláltól mentette meg. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Nem. Én tartozom önöknek köszönettel. Attól tartok, sok veszőtséget okoztam. Ugyan, ugyan. Foglaljon helyet. Igen, helyezze magát kényelembe. Köszönöm. A ruháid, papa. Kicsit régiek, de azért rámennek. Elnézést. Mintha csak magára öntötték volna. Mayumi, még be sem mutattál minket. Elfelejtettem. Maedának hívnak. Mayumi, innék egyet Maeda úrral. Hozz egy kis rácsálni valót. Igen. Apa kedvenc sós és sajtos süteményét fogom hozni. Iszik, ugye? Igen. Brandy megfelel? Igen. Parancsoljon. Köszönöm. Morioka úr, miért nem jelentkezik a rendőrségen? Nézze, én indulok a legközelebbi kormányzó választáson, ami rengeteg utazással jár. Holnap Sapporóba kell mennem. Velem jöhetne. Okom van rá, hogy még ne adjam fel magam. Mayumi 40 éves koromban született, egyetlen gyermekem. Az anyja közvetlenül a születése után meghalt. Nagyon kérem, értse meg. Nem szeretném semmilyen megrázkódtatásnak kitenni. Ő pedig már is túlságosan megkedvelte magát. Nem leszek tovább a tervükre. Nem akarom elkergetni. Tessék. Bocsánat. Telefon. Elnézést. Választásra gondoltam. Értesítette a rendőrséget. Valaki értesítette őket. Már minden utat lezártak. Jöjjön! Üljön fel! Gyorsan! Miért segít neked? Miért? Mondja meg! Mert kedvelem magát.
Még Tanami úr telefonon beszélt, Morioka az ablakon át megszökött. Az egész rancsot átfésültettem, de még nem találtunk semmit. Amennyiben visszamegy a hegyekbe, nehéz lesz. Még ha 200 vagy 300 emberünk volna, akkor se találnánk meg. Erősítés jön. Vétel. Maga aztán ravasz róka, Tonami úr. Ön ki? Ja, Mura felügyelő vagyok. Ez aztán. Megjátsza, hogy együttműködik a rendőrséggel, és közben mindvégig segít Moriókának a szökésben. Így van? De kérem, Tonami úr indul a közelgő kormányzó választáson. Ő sose tenne így. Maga leszóljon bele. Hallja-e? Nakajem már. Egy ekkora birtokon. Legalább 50 embernek kell dolgoznia, nem? Morioka nem tűnhetett el könnyen. Ez mit szól? Morioka tegnap óta a házban volt. Ne is próbálja tagadni, tudunk mindent. Na mondjon már valamit! Akár le is tartóztathatnám. Szökésben lévő bűnöző befogadásáért. Nagy hibát követne el vele. Apa semmiről se tud. Ha valakit le akar tartóztatni, itt vagyok. Kisasszony! Eszem ágában sem volt tájékoztatni a rendőrséget. Morioka úr az életemet mentette meg. Hogy az életét mentette meg? Miért nem mondja el, hol bujkál Morioka? Mert nem tudom. És én ezt el is higgyem. De ha tudnám is, akkor sem mondanám meg. És ha most le akar tartóztatni, hát rajta. Mayumi. Igazi vadmacska. Nem lesz könnyű dolgunk vele. Vigye az embereit. Hogy? Kár az időért. Ó. És hoztam egy kis ennivalót. Köszönöm. Mayumi, nem maradhatunk itt. Miért? Az nem adja fel egy könnyen. Követte magát. Menjünk. Emberölésért letartóztatom. Jöjjön! Nem teheti. Ő ártatlan. Egy szót se többet. Őt hagyja békén. Rendben van, de semmi csalafintaság. Már így is épp elég bajt kevertek. Maga is jöjjön. Mi az? Medve.
Morioka! 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 Jól van. Meg vagyok. Várjon. Jöjjön. Mi az? Szedje össze magát. Jöjjön. A karját. Fogja le. Igen. Fogja erősen. Igen. Yamura, ki kell vélni? Mayumi, kötözze be. Mayumi. Mayumi, kötözze be. Mario, miért mentette meg az életemet? Ne várja tőlem, hogy cserébe futni hagyom. Yamura, hol van Yokoji? Mondja meg, hol van. Elvette a fegyveremet. Adja vissza is, megmondom. Előbb válaszoljon. Hol van Yokoji? Mondja meg, vagy lövök. Megszökött. Jó formán az orrunk elől. Alig, ha nem Tokióba menekült. Ez az igazság. És most adja vissza. Nem mozduljon! Kisasszony, kötözze meg erősen! Becsapta! Kötözze meg, de azonnal! Vagy kénytelen leszek lelőni! Hálátlan! Ne mozduljon! Yamura, a fegyver üres. Ez az. Itt van egy barlang. Adja az öngyújtóját. Köszönöm, Mayumi, de ezt majd magam. Jobb, ha most szépen hazamegy. Mindjárt besötétedik. Azt akarja, hogy megtámadjon egy medve.
És most mihez kezd? Nekem sem mondja el. Tokióba megyek. Meg kell találnom egy Yokoji nevű embert, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat. Magával megyek. Az apja aggódni fog magáért. Jobb, ha hazamegy. Az apám elárulta magát. Mert a rendőrség köröz engem. Én meg a bűntársa vagyok. Kisasszony! Mayumi. Yamura felügyelő tegnap este visszajött. Azt mondta, ne várjak rád, mert megszöktél Moriokával. Gondolhatod, egész éjjel le sem hunytam a szemem. Mondj már valamit, elvégre az apád vagyok. Nem vagy. Aki képes elárulni azt, aki az életemet mentette meg, azt nem tekintem az apámnak. Mayumi. Gyáva vagy. Mikor Nakayama hívta a rendőrséget, te tudtad, mit csinál.
Bűrészes vagyok. Segítettem egy bűnözőn. Legjobb, ha hívod a rendőrséget. Nem hibáztathatja az apját. Megint hallgatózik. Félre. Az apja esélyes jelölt a kormányzóságra. És ha maga szökni segít egy körözött gyilkosnak... Mayumi! A főnök, végre! Csak hogy megjött. Isten hozta. Jól van? Mi van Moriokával? Morioka még mindig valahol a Hokkaidon van. De amint kimozdul, onnan a kezünk közt találja magát. Nevetséges. És mi történik, ha lehorgonyoz Hokkaidon? Kimozdul onnan méghozzá rövidesen. Hogyhogy? Miből gondolja? Nem az a fajta, aki beéri azzal, hogy megszabadult tőlünk. Elő akarja keríteni Jokocsit. Jokocsit? És meg is öli? Megjöttem. Köszönöm. Térképet hoztál? Igen. Minden térképet elhoztam a házból. Apa. Gondoltam, hogy itt lesztek. Mit akarsz? Végig akar menni a hegyeken, és Obikirónál kiosonni, igaz, Morioka? Reménytelen. Az egész területet lezárták, és túl mindezen a kikötőket és a repülőtereket is figyelik. Gondolom, van valamilyen befejezetlen ügye. És fontos magának, hogy visszatérjen Tokióba. Nagyon fontos. Egyetlen lehetősége van. Csak hát, tud maga repülőgépet vezetni? Pompás kis gép. Könnyebb elvezetni, mint egy kocsit. És elég üzemanyag van benne Tokióig. Nem szívesen, de felajánlom. De hát... Amennyiben felkészült lelkileg egy kis koccanásra a földreszállásnál. Úgy érti, hogy magam vezessem? Az egyetlen lehetőség, hogy kijusson Hokkaidóról. Apa, ez képtelenség. Persze, sokkal egyszerűbb lenne, ha én vinném el a géppel. Ne. Majd magam. Jól van. A legfontosabb a szinten tartás. Igyekezzék a gépet a botkormány segítségével viszintesen tartani. Ha az orra lebukik, húzza hátra és emelkedni fog. Ha túl magasra emelkedik, tolja előre. Halló, rendőrség? A többi már kurázsi kérdése. A fő, hogy ne veszítse el a fejét. Bízol önmagában. Nem fél? Megcsinálom. Ha ilyen nyugodt marad, sikerülni fog. Marjuk a gyorsan!
Mayumi. Kapitányság. Tessék! Lopott repülőgéppel elmenekült! Aloid Yamura, beszéljen! Hogyan? Ma délelőtt 11:30-kor átrepült az Erimo fokon, és most hol van? Mi? Szóval délnek tart? Mifelé? Értem. Rendben, köszönöm. Tartsa a kapcsolatot. Köszönöm. Ez nem lehet igaz. Mi nem lehet igaz?
Morioka nem tud repülőgépet vezetni. Úgy gondolja. Túl sokat tud ahhoz, hogy ügyész legyen. Szálljon le! Biztosítjuk a leszállás feltételeit! Vigyázzon! A hegyszint alá süllyedt! Szava irányító torony JA-3611-nek. Azonnal szálljon le. JA-3611. Azonnal szálljon le. Jelentkezzen és megadjuk az irányt. Ha nem válaszol, szükségintézkedéseket foganatosítunk. JA-3611. Vadászgépen. Jelentkezzen, vagy a földre kényszerítjük. Morioka, hall engem? Kövesse utasításaimat. Morioka, hall engem? Morioka, emelkedjen! Becsapódik a vízbe, emelkedjen! Morioka! Elvesztették? Na, jól van. Két miszavai vadászgép megpróbálta földre kényszeríteni. De tudomás se vett róluk. Lebukott a tengerszintig. Nem tudják követni. A radar nem tudja befogni. Hajsza az emberölésért, rablásért és erőszakért körözött Morioka Fujutó volt államügyész után ma új fordulatot vett, amikor kiderült, hogy Morioka egy lopott Cessna géppel elmenekült Hokkaidóról. Két vadászgép megpróbálta Moriokát földre kényszeríteni, de ő mély repüléssel kicselezte őket. Az a feltevés, hogy Morioka kényszerleszállást hajtott végre az óceánon, és sikerült épségben a partra jutnia. A legelképesztőbb az egészben az, hogy Morioka sose vezetett repülőgépet. A parton a rendőrség megtalálta Morioka néhány személyi holmiát, egy órával azután, hogy egy halász jelentette, hogy látta a kis Cessnát a tengerbe csapódni. A rendőrség körülzárta az egész területet, és így véli, hogy Morioka valahol a part között. Te még fenn vagy?
tűnik, sikerült épségbe leszállnia. Így áll. Ez jót fog tenni. Nem indulok a kormányzóságért. Most, hogy letettem róla, nem is értem. Miért voltam annyira odaérte? Nekem itt egy csomó elrendezni való ügyem van. Elintéznél valamit helyettem Tokióban? Tokióban? 7-3 éves kancát kéne leszállítani a Masuaka istálónak. A lovak már Tokióban vannak, úgyhogy holnap elrepülhetsz. Na és persze, foglaltam szobát a szállodámban. Rendben? Meg ne folytsd, te lány! Plusz bejelentést tettem. Miszerint Moriokánál fegyvert gyarunk. Így, ha megtalálják, lőhetnek rá. Amit most mond, az Morioka halála. De mit számít ez magának, igaz? Gondolom, valamennyien erre utaznak. Az államügyészek és minden rendőrségi fejes. Yamura. Nézze ezt meg. Államügyész szökésben. Drámai menekülés Hokkaidóról. Egy volt államügyész. Balondát ez bennünket. Tegyük fel, hogy megtalálja a Jokocsit. És ha megtalálja, meg is öli. Mit gondol, mi lesz aztán? Aláássa vele az államügyészi hivatal tekintélyét. És ami még rosszabb, az emberek elvesztik a belénk vetett bizalmukat. Gondolkozzék. Ez alapjaiban ingatná meg társadalmunkat. Tehát presztízsből meg akarja ölni Moriokát, igaz? Erről van szó. Mondja meg nyíltan! Főnök! Valami Moriokáról? Nem. Arról a képviselőről. Találtak valamit? A halála előtti napon hatalmas összegre kiállított csekket kapott a Tonen cégtől. A gyógyszergyár? Az. És Yokoji kísérleti nyulainak főpiaca is a Tonen cég volt. Emlékszem. Igen, itt járt. Talán 3 napja. Nem emlékszik véletlenül kinél? Sakai úrnál, az alelnökünknél. Sakai? Igen. Sakai vagyok. Yamura felügyelő. Tessék. Köszönöm. Foglaljon helyet. Halljuk. Mit tehetek önért? Érdekelne, milyen kapcsolatban áll ön. Egy bizonyos Yokoji nevű emberrel. Hogy én ő Yokojival? Igen. Yokoji a napokban felkereste önt, igaz? Miért nem tájékoztatta erről a rendőrséget? Nézze, mi Yokojival régi jó barátok vagyunk. És eljött hozzám tanácsért a munkáját illetően. Jó pár éve segítem őt a tanácsaimmal. Nem tudom pontosan, mit követett el. De úgy éreztem, tisztázni tudja magát. Ezért azt ajánlottam, hogy forduljon önökhöz. Akkor láttam utoljára. Másról nem volt szó? De igen, megkért, hogy adjak kölcsön egy kis pénzt. Én adtam is 50 000 jent. Természetesen ez afféle baráti kölcsön. Arról nem beszélt, hogy innen hova megy? Nem, arról nem beszélt. De amíg itt volt, egyre csak nógattam, hogy jelentkezzen a rendőrségen. Köszönöm, Sakai úr. Nagyon sokat segített. Örülök, hogy segítettem. Megvan. Az egyik taxivállalatnál ráismertek. 10 nappal ezelőtt taxiba szállt a Tonen gyár előtt. Igen. Egy építkezéshez vitette magát Tamába. Van ott egy barakja az építőmunkásoknak.
Igen, de már nincs itt. Úgy 10 nappal ezelőtt jött, és azt mondta, itt szeretne maradni egy darabig. Álnéven jelentkezett, de nem csináltam ügyet belőle. Elég baj. Nézzék, a mi szakmánkban ez gyakori jelenség. És azután nem tudja, hova ment innen? Begolyózott. A Dili házba vitték. Dili? A tébolydába? És most itt van önöknél? Igen. 3 napja hozták be az intézetünkbe. Takeshi Suzuki néven. Takeshi Suzuki? Egy pillanat. Nővérke, kérem Takeshi Suzuki anyagát. Ez az ember hajlamos az agresszióra. Megvallom, mi is nehezen boldogulunk vele. Valami erőszakkal kapcsolatos büntény miatt keresik? Tessék! Köszönöm. Foglaljanak helyet. Nos? A paranoia tipikus esete. Annak minden szimptomájával. Dűrohamok, üldözési mánia, stb. Veszedelmes. Jó ideig itt kell tartani. Biztos, hogy nem szimulál? A mitománia... Vagyis a kóros hazudozásra való hajlam nem volt észlelhető a vizsgálatok során. A műszereinket nem lehet becsapni. Gondolom, helyes a diagnózisunk. Láthatnám a beteget? Attól tartok, nem. Még egy sor megerőltető vizsgálat vár rá. Különben is tele van nyugtatókkal. Nem lenne tanácsos felizgatni. Csak 5 percet kérek. Na, bármennyire szeretnék is segíteni önnek. Sajnos nem tehetem a betegem rovására. Az ördögbe is. És ennyiben hagyjuk. Főnök, óriási hírem van. Morioka felbukkant Shinjukuban. Morioka? Igen. Fülest kaptunk telefonon, a területet lezárták, de még nem kapták el. Jöjjenek gyorsan. Morioka körül van zárva. És ezúttal nem menekülhet még helikopteren se. Tessék, a szerződés. Igen, köszönöm. És most, hogy az üzletet tető alá hoztuk. Mi lenne, ha megünnepelnénk egy koktéllal a bárban? Köszönöm, Mazuaka úr, de... Bocsánat, Tonami Mayumi kisasszony? Igen. Telefonhoz kérik. Szíveskedjék erre. Elnézést. Kérem. Halló, itt Tonami Mayumi. Én vagyok. Apától tudom. Hogy Tokióban vagy, megadta ezt a telefonszámot. Úgy örülök. Hát te hol vagy? Shinjukuban. Nem mehetek. Több a rendőr, mint gondoltam. Semmi esélyem. Ne beszélj így, kérlek. Most nem adhatod fel. Majd kitalálok valamit. Hallasz? Ott vagy még? A nyugati bejáratnál. Morioka, állj! Fogják meg! Morioka, megállni! Nem menekülhet!
van! Álljon meg, Morioka! Utána! Morioka! Megállni! Morioka! Megállni! Álljon meg, mondom itt! Rendőrség. Mivel szolgálhatok? Hol van Morioka? Itt nincs senki. Hogy képzeli ezt? Hívok valakit. Hívjon, akit akar. Közben benézek a fürdőszobába. Épp tussolni akartam. Velem tart. Morioka! Jöjjön szépen ki! Ne gyere! Arra nem gondolt, hogy a Tonami rancs lovaival elárulja magát? Csak a szállodákat kellett ellenőriznem. Nyomozói jelentés. Megtudtam végre, hol van Yokoji. Midori Gaokai elmegyógyintézet. Aha.
Nem hagytak beszélni vele. A Daito vállalat építkezéséről került oda. Azt mondták, hirtelen megőrült, és berakták az intézetbe. Megőrült? És a Daito építkezési vállalat Nagaoka ellenőrzése alatt áll. Nagaoka? Az a Nagaoka? A politikai lángelme. A kórház a Kunitachi állomásnál van. Hol volt Yamura? Ittam egyet egy presszóban. Nagy pech, hogy nem tudtuk elkapni, de most már hiába. Maga is jobban tenné, ha hazamenne lepihenni. Egy osztag a Shinjuku-i körletből átkutatta a szállodát, amelyikben Tonami lánya megszállt. Pár másodperccel szalasztották el a lányt. És úgy hiszik, Morioka vele volt. Ez még nem minden. Közvetlenül a távozásuk előtt egy tanú látta magát velük a lány szobájában. Azt kell hinnem, hogy maga találkozott Moriokával. Mit szól ehhez, Yamura? Nevetséges. Mondja el, hogy mi történt. Le akar tagadni mindent? Lehet. Így is jó. Attól tartok, fel kell függesztetnem a főnökséggel. Amennyiben bebizonyosodik, hogy találkozott vele, és meg se kísérelte letartóztatni, az egy rendőr számára 5 év börtönt is jelenthet. Gondold meg. Nem. Ez őrültség. Túl nagy a kockázat. Ha azok kezében van a kórház, akik meg akarnak szabadulni tőled, olyan leszel ott, mint a csapdába szorult nyúl. Ez az utolsó lehetőségem. Nincs más választásom. Yokoji nélkül nem tudom bebizonyítani az ártatlanságomat. Meg kell tudnom, hogy ki bérelte fel. Be akarja fektetni? Igen. Hát volna egy szabad ágyunk. Tudatában van az ura, hogy mi történik vele? Kezdetben vonakodott idejönni, de végül... Ne aggódjon, Csuyama úr. Ez a kórház sem más, mint a többi. Szeretnék meggyógyulni. Csuyama úr. Tessék, ez lesz az ágya. A holmiát oda teheti. Már is hozom a vacsoráját.
Nézze, Morioka, hagyjunk fel ezzel a gyerekes játékkal. Már tegnap, mikor bejött, ide kellett volna vitetnem. De még nem voltam biztos benne, hogy maga az. El kell ismernie, nem könnyű elhinni, hogy magától besétál hozzánk, igaz? Ki mozgatja itt a szálakat? Doktor úr, mit tett Jokojival? Mivel azért jött, hogy őt lássa, megmutathatom magának. Jöjjön. Jokoji. Jól van. Emlékszik rám? Jokoji. Ő már boldog ember. Minden, amit valaha látott vagy hallott, minden vágya és törekvése ki van törölve az emlékezetéből. És tökéletes boldogságban él. Jól van. Menj vissza a szobádba, Jokoji. Mi történt ezzel az emberrel? Agyműtét? Nincs szükségem ehhez sebészi beavatkozásra. Ez itt egy új idegbénítószer, amit magam kísérleteztem ki hosszú évek munkájával. Idegbénító? Kizárólag a gondolkozás folyamatát blokkolja le. Ó, úgy látom, megrendítette ez az értesülés. Vegyem be a poromból, és jól fog aludni. És én is beteg leszek. Az én nyilvántartásomban maga már is beteg. Súlyos skizofréniában szenved. Sürgősen rá kell kapatnunk a szerre. Már is kezdhetik. Október 27-e, délelőtt 10 óra. Szeretném, ha megérteni, asszonyom. A férje állapota erősen romlott. Olyannyira, hogy nem engedhetem haza. El a
akarom vinni a kórházból. Nincs joguk megtagadni egy feleség ilyen irányú kérését. A paciens állapota válságos, kötelességünk a kórházban tartani. Nem hiszem el, amit mond. Még hogy a férjem állapota válságos volna. Amennyiben kételkedne a diagnózisomban, folyamodjék a tokiói kormányhivatalhoz, hogy küldjenek ide másik orvost. Nos, asszonyom, sajnálom, de más dolgom is van. Akkor mielőtt elmennék, látni akarom a férjemet. Még mindig nem fogta fel, hogy jobb, ha nem találkozik vele? Én pedig addig nem mozdulok innen, amíg nem láttam a férjemet. Hát, ha ennyire ragaszkodik hozzá. Nővérkem, küldje Csúlyama urat a rendelőmbe. De vigyázzanak! Hadd figyelmeztessem, mielőtt ideér. Ne rémüljön meg, ha meglátja, milyen állapotban van. Hogyan? Ugyanis a gyakori dürohamai miatt kénytelenek voltunk erősen szedálni, hogy megfékezzük. És így attól tartok fennáll a lehetőség, hogy egyáltalán meg se ismerjön. Tessék! Nézd rám! Mi bajod? Mi történt veled? Nézd már rám! Mi van veled? Na! Én vagyok. Nem ismersz meg. Nem! Elég volt. Vihetik. Én megmondtam, hogy jobb, ha nem látja. Igaz? Igen. Bocsásson meg. Ennél nagyobb ostobaságot nem is tehetett volna. Ez rendőrségi hálóhely. Erre idehoz egy lányt, akit mindenki keres. Elment a józan esze? Én nem akartam beengedni, főnök, de olyan erőszakos volt. Sajnálom. Analizáltassa. Tőle kaptam. Mondott is valamit? Semmit. Köszönöm, hogy ide fáradtam. Köszönöm. Ezt például 3 hónapja fogtuk az AX idegbénítószerre. Az eredmény, mint láthatják, nem hagyja abba a munkát, míg parancsot nem kap rá. Nincs saját akarata, ami abba hagyatná vele. Se vágya másfajta tevékenységre. Röviden, egy eleven robot. Igen. Dövd át a kezed. Ezzel. Az ön AX-e remekül funkcionál. Lássák el a kezét. El se tudom hinni. Ez az ember valaha szélső radikális vezető volt.
A szélsőségeseket, akik erőszakkal akarják megdönteni a kormányt, egytől egyig AX kúrának kéne alávetni. Egyetért, doktor? Igen. Rendben van. Ezután sokkal több radikálist küldök. Változtasson az AX-ével a gondolkozásukon. Meg lesz, uram. Ennek azt parancsoltuk, hogy üljön arccal a falnak. És így ül reggel 9 óta. Forduljon meg! Hajoljon meg szépen! És most Marióka. Akarja hallani az igazat a képviselőről, aki kiugrott az ablakon? Miért nem? Még Hokkaidóra is elment, hogy megtudja. Sőt, mi több. Gépet is lopott, hogy visszarepüljön Tokióba. Nem? Most már nem érdekel. Egy ember, aki annyi akaraterővel rendelkezett, így megváltozhat. Ez a változás végleges? Örökre megmarad ilyennek? Igen, akár egy robot. Nos, amennyiben meghagynánk, nem okozhat bajt? Ő nem. Csak a nőtől tartok, aki idehozta és a feleségének mondja magát. Cselekedjék legjobb belátása szerint. Mi baj, Morioka? Elfáradt? Ugyan már. Írja szépen, amit diktálok. Hol is tartottunk? Én, Morioka Fujutu, szabad akaratomból vallomást teszek. Beismerem következő bűneimet. Kiraboltam és megerőszakoltam Yokoji Kaiót. Majd ezt követően Yokoji Kei lakásába törtem be. Végezetül pedig megöltem Yokoji Kaiót. Mint egykori ügyész, mélységesen megbántam a bűneimet. Na, folytassuk. Írja szépen. Miért is úgy határoztam, önkezemmel végzek magammal, hogy levezekeljem bűneimet. Úgy határoztam, önkezemmel végzek magammal, hogy levezekeljem bűneimet. Morioka, nézze csak, nézze a kék eget. Sétálhat rajta. Innen egyenesen átsétálhat a kék égbe. Az a kék ég maga a paradicsom. Induljon, Morioka. Rajta, menjen. Állt meg. Menjen! Menjen csak! Tudom már, hogy ölték meg a képviselőt. Bizonyára vitamintablettának itte. De valójában AX volt. És amikor hatni kezdett, Nagaoka utasította, hogy ugorjon ki az ablakon. Ahogy most maga engem. Lelökni! Lelökni! Gyorsan!
Állj! Oszoe, tartóztassa le. Igen. A dollárjai és az útlevele. Mm-hmm. Sikerült helyet foglalnom a gépre. Csak egy óránk van az indulásig. Rendben. Mi ez? Hogy merészelnek? A doktor megölte magát. Sakai is. Bár lehet, hogy maga ölette meg. Mi közöm nekem ezekhez az emberekhez? A Tonen gyógyszergyárral együttműködve az ön utasítására egy idegdrogot kísérletezett ki. Az AX-et. Az az AX nem idegdrog. Egy újfajta nyugtatószer. Az egészségügyi minisztérium engedélyezte. A doktor feljegyzései szerint a szer klinikai kipróbálása alatt 11 beteg halt meg, és 23 megháborodott. És ön tagadja a felelősségét? A felelősség ezért azt a doktor terheli. És mikor a képviselő rájött a kísérletek csődjére, ön kiötlött egy tervet, hogy megöli az AX segítségével. Öngyilkosság látszatát keltve. Ho-ho, ezt bizonyítani is kéne, nem gondolja? Aztán velem is el kellett bánnia, mert rájött, hogy gyanakodni kezdtem. Ezért megvesztegette Jokojit, hogy bemocskoljon. Így történt? Erre nézve is érdekelnének a bizonyítékai. Miután felhasználta Jokojit, AX-el kezeltette. Kájót pedig... ez a két ember megölte. Maguk itt. Megölték azt a lányt? És ugyanez a kettő engem is meg akart ölni Hokkaidón. Mióta csak a szolgálatomba álltak, el nem mozdultak mellőlem. Soha nem jártak Hokkaidó szigetén. Adjuk ezt az ostoba színjátékot. Oszoe, ezt a kettőt tartóztassa le gyilkosságért és emberölési kísérletért. Gyerünk! Legyen a rendőrség óhaja szerint. Holnapra kihozatom magukat. Amennyiben nincs itt más dolguk. Nos, nekem most Koreába kell mennem üzleti útra. Sietnem kell a reptér... Mit jelentsen ez? Hogy kiugrik az ablakon. A képviselő is kiugrott az ablakon. A doktor is a mélybe ugrott. Most magán van az ugrás sora. Na. Ugorjon ki! Na. Én csak ezzel tudom rávenni. Ha? Rajta, induljon el végre! Ennyi, csak nem remeg a lába! Hagyd el abba! Ereszze! Yamura! Félre! Ugh!
100 golyó vele még mindig önvédelem. Főnök! Nyugalom! Le kellett lőnöm Nagaokát. Önvédelemből. Legfelsőbb bíróság. Vége? Nem. Sose lesz vége. Veled mehetek?